A hazaiak két vesztes, a vendégek három győztes meccs után várták a találkozót, amelynek esélyese a tabella harmadik helyén álló kecskemét volt. A házigazda már az első negyedben tudatosította, hogy csak egy eredmény elképzelhető, 10 perc alatt 10 pontos erőnyt szereztek Vitmanék. A folytatásban sem változott a játék képe, nagy szünetben 16, a záró negyed előtt 19 ponttal vezetett Stojan Ifkovics együttese. A nyíregyháziaknál csak poscsis és Vóker nyújtott átlagon felüli teljesítményt, így a vendégeknek nem volt esélyük arra, hogy szorosát tegyék a mérkőzést. A forduló további eredményei Albafehérvár Paks 81-65, Zalaegerszeg Körben 112-83, Sopronkaposvár Kaposvár 93-79, Pécsi jászberény 97-79 és Szeged Szombathely 98-82. A tabella élén 15 győzelemmel a Paksál megelőzve az egyaránt 13 os mutatóval rendelkező Albafehérvárt is A Marsó NKK 4 győzelemmel és 14 vereséggel a 12. a táblázaton. A hétvégén a Magyar Kupa 8 döntője miatt nem rendeznek fordulót az mb 1 ben a nyíregyháziak legközelebb, február 12-én szerdán lépnek pályára, akkor a 13. fordulóból elmaradt Jászberény elleni mérkőzését pótolja a Bújtosi Csarnokban Sitko Jernő együttese.